pozitív típus volt, aki a keresztnevet. Ági? Jó. Ági. Na, az Ági, hát ő szerintem, hát az, inkább az alma-alma, és ugye hát egy kicsit talán a galamb típus mondanám. Tehát neki, tehát most a magasság, most ugye mindig most próbál magamhoz, most én ugye magasságban vagyok, de hogy ugye lépek mezítlábra, tehát egy kicsit azért, mert inkább ugye alacsonyabb az Ági, tehát úgy mindenképpen ugye nyújtani kell. Tehát itt az a cél, hogy megkarcsosítani. És kapásból nem is jó neki. Miért húz neki? Igen. Na, hol? Na, igen! Igen. Az került elő. Igen. Tehát ha most ugye azt nézzük, hogy most hogy van az Ági felöltözve, akkor azt mondom, hogy előttelenül, hogyha nem bántalak meg, mert ez most tényleg bolyott. Most keresztben csikós, és ugye pont te nyilván, meg kimegyek. Ez az alkat, amikor... Hogy mondjál, végre most beszélünk, hogy nem csak egy kóver van, és de nyakak körül már lehet ízítve, de ez is gyöngyözőt akármi, vagy színbelen inni. Tehát nem kell, hogy vagy egy vékonyabb toppot veszek akkor fel, és akkor arra veszek egy vékony, mert hogy ugye, már ugye télen, abból ugye nehéz blézert tenni, ha megyünk arra, hogy a kabát talán nem tudjuk alávenni. Mondjuk én könnyű helyzetben vagyok, mert bemegyek az üzletbe, és akkor beviszem rajta, és fölveszem a blézert. Na most a Pestre szoktam menni, ugye akkor vagyok bajba, tehát azért értem át egyébként a ruhákra, mert hogyha azért ott is ugye, hogyha sok felé megyek, akkor a ruhára csak levetem a kabátot, és ugye az elfér alatta a kabátom alatt. De egyébként egy kosztümet nem tudok alávenni a téli kabátot alá. Nem nagyon. Tehát mindenképpen tehát ilyen két rétegben tudnám elképzelni, hogy ami, tehát is hogy az a kicsit lazább, az mondjuk érne eddig, tehát nem kellene hosszabb, tehát épp hogy itt a fenék csúcs körüli hosszi, körülbelül, és mondjuk talán a nadrág is egy kicsit szűk szájú, tehát lehetne egy kicsit lazább. Tehát, hogy annyi, hogy föntel lehet passzentos, tehát lefelé egy kicsit ugye, tehát azért egy picit lazább szájú. De most ugye nem sem Nem, hogy formáj, de így van. Az ízlés. Nehogy. Így van, nem, de hogy is.